kezdjük. Az alvós, alvós lányokat. Jó? Jaj, faszom ebből a telefonba! Na, elindítunk. Első alvós lány, ez a címe. Jó? És nem ezzel a kamerával, hanem a jobb kamerával lesz. Ugye elindul az első orvos láb, nyomunk egy orvos lábot. Na. Várjál, nem. Hol a mikrofonom? Várj, miért ilyen a hang? Jézusom! Nem, kinek reklámot, te szar! A mutasd a kibaszott lájvomat, te szar! Na, mi az? De mi? Nem értem. De miért síp? Mi sípol? Várjál, valami sípol. Várjál, kihúzom. Kihúzom vele a töltést, akkor nem sípol, igaz? Nem, ilyen, nem értem én. Még miért ilyen halk ez? Miért ilyen halk ez? Mi történik? Hagyjuk ezt. Nem tudom. Nem lesz orvos live, miért kezd el sipolni? És miért ilyen halk? Mi ez? Mi a franc van ezzel? Várjál már, hát eddig jó volt. Úgy kell indítanom a telefont, vagy eleve ilyen halk, vagy most mi történik egyáltalán ezzel a szarral? Há? Megkipaszott kurváját! Mi? Utálom, nem lesz orvos, mert... De mi ez? Miért ilyen halk ez? Miért ilyen halk a telefonod? A tableten is ilyen halk? Mi a faszom van? Burva anyád már! Mi a fasz van? Nem ez, te szart a másik live-ot kérem, te keci! Hihetetlen! Ez, te szart a másik live-ot kérem, te keci! Hihetetlen! De akkor miért halk a mobilom? Nem értem. Akkor újra kell indítani ezt a kibaszott mobilt. Hihetetlen, nyugodjon már le! Indítsd! Ne kikapcsolás, hanem újraindulást. Na jó. Nem értem. Adok rá töltés és elkezd csipolni, vagy mi van? Nem értem. Nem értem. Mi a faszom van? Há? Hagyjuk ezt. Hagyjuk, nem lesz alvós, mert technikai nehézségei vannak. Most hol volt egyáltalán, amit kiúztam belőle, mert... Itt van. Nem, ez nem olyan. Várjál már, hogy mit adtam neki? Meg miért csinálja ezt? Várj, adjunk már neki ízét. Adunk rá neki töltést, és el kell sipolni. Mi a szar ez? Most adtam rá töltést, és? El kell sipolni. Mi a szar ez? Most adtam rá töltést, és? És sípol. Kihúzom. Mi a szar ez? Most adtam rá töltést, és? És sípol. Sipolni. Kihúzom. Mi a szar ez? Most adtam rá töltést, és? És sípol. Kihúzom. Mi a szar ez? Most adtam rá töltést, és? Kihúzom, és megszűnik a sípolás, igaz? Most adtam rá töltést, és? Faszom.
Jaj már, maradj már, ne írogassatok! Kibaszoltul azt mondjátok, hogy messengeretől koncert felmi, közben tennék, hogy beírásokkal vagyunk elfoglalva, te szar! Nem. Vihetetlen! Vá! És akkor közben írogat. A bűnös, hihetetlen. Fölfoghatatlan, mikben vannak az emberek. Próbáljunk egy másikról simán 2-20-ról adni neki. Nézzük meg Sipol-e. Technikai, ilyen, ezt a szart. Rode, meg csúcsminőség, meg a faszom. Na nézzük meg most. Rode, meg csúcsminőség, meg a faszom. Na nézzük meg most. Most jó. Rode, meg csúcsminőség, meg a faszom. Jó. Jó, most jó, most jó. Oké, az most ott fogadja az áramot. Ami tök jó, csak akkor kell nekem még egy adapter a küldéshez. Ami tök jó, csak... Közben még állítsunk be akkor egy bevételszerzést erre a Orvos Live-ra. Bonyolult. Bonyolult az élet, és bonyolult a technika. De megoldjuk valahogy. Megoldjuk, geci, valahogy. Hihetetlen. Föl tud idegesíteni ez a technika. Élő. Élő. Korlát. Miért korlátozott az előző? Nem tudom, de... Na, akkor már csak ennek a fogadónak kéne valahogy áramot adni, mert akkor ez még mindig nincs megoldva, hogy ennek a fogadónak, ami fogadja ezt a jelet, annak hogyan lesz áramadva. Az még mindig egy nagy kérdés, hogy engem halljatok is. Hol egy USB hosszabbító? Rodjál már el! HDMI, annyi USB hosszabbító van, mint a nyűbban. Több doboz USB hosszabbítóval kéne, hogy tele legyen, és erre pont most, amikor kellene, csak HDMI hosszabbítókat találok. Hát orba szájba kéne, hogy itt hegyekben álljanak a USB hosszabbítók. Mindegyik használ van valamire, vagy most a fene történik itt egyáltalán. Meg úgy egyáltalán kéne, hogy nekik legyenek még adapterek. Egyetlen adapterem volt, ami a 220-as adapter USB-s, hogy valami áramot előállítom. Hihetetlen. Ezért kell a rendrakós lány, mert nem találok semmit. HDMI hátán, semmi USB, semmi WAV mutatóba se. Hihetetlen, semmi USB. Mutatóba sincs egy USB. Mutatóba se nem van USB. Mutatóba se nem van. Na jó. Na szóval. Ő milyen kábel? Ő egy USB-C kábel. Nagyon jó. Akkor őt meg kéne etetni valahogy energiával. És itt van egy USB hosszabbító, megvan. Megvan, találtam egy USB hosszabbítót, adaptert is találtam hozzá, és el is ér odáig. Megvan? Na, akkor megvan a megoldás, akkor USB hosszabbító, USB adapter, bedugjuk, és akkor most ugrik a majom a vízbe, hogyha én bedugom, akkor elkezd-e sípolni, vagy sem. Na, be van dugva, sípol-e?
van dugva, sipol-e? És nem sipol. Akkor megvan oldva a probléma. Jó van. Akkor megvan oldva a probléma. Van. Most már hallotok is. Jó van. Akkor le lehet feküdni, aludni. Jó van. Hol a mobilom? Mert az ébreszt. Nehogy nem merüljön. Hol a mobil? Ja, most meg a mobilról van. Ah, Istenem, most meg a mobil hol van? Hol a mobilom? Hát, annak nem szabad lemerülnie ott. Annak az ébreszt engem reggel. Na itt a mobilom, megvan. Jó, mobilkám is. Mi ez? Ja, 9140. Basszus, bemondtam a... bemondtam a SIM-kártyámnak a kódját. Na nem baj. Jaj. Töltsünk még egy kis vodkát, aztán aludjunk, jó? 70 százalékon van. Na csak az íze miatt egy kis vodka. Aztán akkor mehetünk is alucinálni, nem? Jó van. Aztán senki ne csüggedjen, aki most vett tőlem tagságit, mert az jól fog neki jönni. Nagyon jól fog neki jönni Grácsban, aki most megvettem, most egy hónapig érvényes, még hogyha vissza is mondjátok, és Grácsban tudtok kommentelni, mert Grácsban csak tagos lesz. Úgyhogy tessék erre fölkészülni, hogy mindenki vásároljon egy tagságit a Grácsra, szálljon rá 2 eurót a Grácsra, mert különben le fogtok maradni. Na, jó van akkor. Nagyon jó, akkor ezt így kikapcsoljuk, és marad helyette az az ágynézet. És akkor most már akkor lehet alucinálni is, mert töltünk egy kis vodkát, aztán tényleg egy alvos live-ot nyomunk, jó? Még úgy sem nyomtunk alvos live-ot, és akkor most nyomunk. Várját, mert meg volt 3-4, akkor most jön a negyedik. Akkor már csak 3-mal fogok tartozni a hét után. Nem? Éjjel friccen a kobra. Hát lehet izgulni, hogy mi történik az éjjel, hogy követek el hibát, nem? Arra gondolva, hogy megfeledkezve arról, hogy online vagyok. Mi szokott éjjel történni? Na, akkor 3 vodka már lemen, most jön a negyedik. Úgyhogy Isten, és 3-mal még tartozom, mert 7 feliratkozó lett. Jó? Na, aztán... Jó, meg a mosdóba még elugrunk, jó? Aztán tényleg alszunk. Jó van. Na, úgyse nyomtam még a közönségemnek alvós live-ot, és akkor most legalább lesz alvós live is nyomva a szeretet drága közönségének, a Sodinak. Exkluzív tartalom. Nem? Amit csak lehet. A ti kedvetekért a Sodi az nyom. Csak is nektek, exkluzív van. Fáradt vagyok. Jó ez a vodka, altat, de nem értem a jutkát. Szarul érzi magát. Alapvetően ez a fajta részegség, amit a vodka előállít, nem jó érzés. Ez egy kifejezetten kellemetlen szarérzés. Most őszinte legyek. Kellemetlen érzés. Egyáltalán nem kellemes. Amit a bor előállít, az a legkellemesebb. Amit a ízi állít elő, sör állít elő, az a második, és akkor az összes közül úgy teljesen őszinte legyek, ez a leginkább kellemetlenebb. Kifejezetten rossz érzés, amit előállít a vodka.
ez a fajta részegség. Ez kifejezetten kellemetlen, ez kifejezetten egy ilyen lecsúszós, de nem is értem, hogy hogyan. És akkor ugye a Molnár F. Árpád streamjében a Merci elmesélte, hogy amikor megismerte, amikor még 30 valahány volt, ugye, vagy 15, igen, 30, tehát még nálam is fiatalabb volt, amikor megismerte, akkor konkrétan, na akkor ezt kikapcsoljuk, így, és akkor alvás, sos stream, jaj, valamit még akartok-e közölni, gyorsan átfutom a csettet, egyébként, ha nem, akkor így éjfélkor lefekszünk aludni, adunk rá töltődést, minden töltődik, és minden megy a maga módján, jaj, jó van. Na, valakinek van még óhaja, sóhaja, mert szerintem most akkor minden sikerült beállítani. Nem? Jó van. Na, valakinek van még óhaja, sóhaja. Volt már fogmosás. Mert szerintem most akkor minden sikerült beállítani. Nem? Jó van. Na, valakinek van még óhaja, sóhaja. Volt már fogmosás. De nem, bármint, hogy nem volt. Jó van, akkor fogmosásra. Arra már nem viszlek titeket, mert most már nélkül. Elhívom az igaz, és akkor aludjunk. Egyébként ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy viccen kívül. Egyébként mindig az jut eszembe, teljes mértékben viccen kívül. Ilyen esetekben, amikor lefekszem aludni, hogy ha-hó. Ilyen esetekben, amikor lefekszem aludni. Ha-hó. Hogy a szinkronban vagyunk? Ha-hó. Igen, olyan szinkronban megvan. Lefekszem. Tehát ilyenkor mindig az jut az eszembe, most lettél 50 éves, most lettem 40. Na, bezárunk mindent. Meg onnan is levesszük, várj az előnézetet. Ne zavarjon bele a gép teljesítményébe se az, se más. Pátya, kutya, ez engem reggel ébreszteni fog. Jó van. Na, még egy kis vodka, még egy kevés vodka, és akkor már csak nem négyen, hanem már csak hárommal tartozom, jó? Csak hogy jól aludjunk el. Isten. Na, alvás. Jaj. Csak nekem mindig az jut eszembe, hogy beszéltem a közönségnek, meg mindenhol a cicabújásról, és az a cicabújással kapcsolatban az a tény, hogy az tényleg ez. Az egyszer sem történt meg. Egyszer próbáltam meg, és na hát az alakult a reggeli live-jává. Egészen másban voltam én ugye akkor abban voltam, hogy csak alszunk. Így finoman, hogy mint most. Hát ez aztán nem az lett. Na, jó éjszakát! Úgyhogy az cicabújás az egyszer sem volt. Így. Hanem történelmileg, ahogy Kádár János szokta volt mondani, másként alakult történelmileg. Történelmileg.
Reggel megnézem. Reggel külön videóban fogok mindenkinek köszönetet mondani, aki éjszaka donétel. Úgyhogy lehet éjszaka is donételni, és akkor külön vlog videóban fogok. Nem is Facebook, meg nem ilyen, nem ezért külön vlog videó epizódot. S06E02 vlog epizód lesz, hogy az első orvos live-omra érkezett donéteket felolvasom. Úgyhogy ezt most megígérem. Reggel fölébredek, és azzal fogjuk kezdeni, hogy felolvasom, hogy XY, aki donételt, vagy esetleg csatlakozott még tagként, akkor a üdvözöljük tagként, meg a donétel, akkor reggel föl fogjuk olvasni az összeset, névvel, meg donét üzenettel. Nem jó az orvos live, nem tudom kiverni. Zavaró, hogy nem vagyok egyedül, mert... De nem, az egy zavaró volt, amikor még úgy éreztem, hogy idegen vissza kell fognom magam, és úgy volt itt, és úgy voltunk ketten. Ez a közönség jelenléte olyan is zavaró. Azért az ember vagy pornót néz elalvás előtt, vagy iszik vodkát. Nyilván a Jutka nem szereti a vodkát, ezért néz. Vagy nem szereti a pornót, ezért iszik vodkát fordítva. Meg inkább, nagyon szar ez a vodka. Azért meg iszom, hogy egy feleség előtt elalszunk. Na, a közönségemnek akkor éneklek valami túldalak, jó? Aludj, néző, kedves néző, 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 aludj, néző, kedves néző. Ha valaki donétel, mondjuk 2000 forint fölött értékben, akkor ez külön az ő nevével holnap este elénekeljük. Jó? Majd általánosságban. Aludj, néző, kedves néző. Aludj, néző, kedves néző, aludj, néző, kedves néző, aludj, néző, kedves néző. Aludj, néző, kedves néző, aludj, néző, kedves néző, aludj, néző, kedves néző. Ennél hamis vagyok, figyelni kell, na most még egyszer, akkor vagyok jobban. Aludj, néző, kedves néző, aludj, néző, kedves néző. Itt az ennél voltam, ha is nem, de várj, de jobb. Aludj, néző,
Nem, itt a ő túl mély volt, de már alakul. Mindjárt iszunk egy kis vodkát, attól jobb lesz, ugye. Nem? Egyre jobb, vagyok, keci. Nem? Nem vagyok egyre jobb? Nem vagyok egyre nagyon jobb? Tudtam fel kell. Egyem. Üsszunk még egy izét, éjszakáig még elizéljük a... Nem, egy vodka még kell. Nincs itt cica. Meg nem voltam szaunázni. Cica sincs, baszás sincs. Pornó sincs. Akkor vodka kell. Na, egy volt kis vodkát itt meg itt. Na. Na. No. Azért nem. Azért nem sikerült egyébként, mert nem abban voltam. Hanem, ja Istenem, hív valaki. Miért hív valaki? Mondjad! Aludnék már! Szia, Endre, lehetne egy kicsit magasabb hangon énekelnéd? Jó, megpróbáljuk. Aludj... nem tudom, hát be vagyok lekedve, szerintem. Aludj, nézz... Nem. Aludj... Na. Aludj... Nem tudok magasabb hangon. Aludj, nézz... Nem, de csak így. Aludj, néző, kedves... Nem tudok magas hangon. Aludj, néző... Aludj, néző... Nem, de minden dörmögös lesz. Aludj... Aludj, néző... Nem tudok, nem megy. Aludj... Ahogy jön, jó? Aludj, néző, kedves néző, aludj, néző, kedves néző, aludj, néző, kedves néző, aludj, néző, kedves néző. Csak ilyenkor, elolváskor mindig az jut eszembe, hogy semmi, nulla, abszolút nulla szex volt a fejemben, hanem tényleg a cicabójás és alvás, nulla szexel, és az egyszer nem történt meg. Mert amikor egyszer megpróbáltam, akkor más se alakult. Na. Mindegy. Faszom. Azt mondtam, hogy akkor... Basszus, ha más, akkor megér még a doktor bácsihoz. Aztán megkérdezte a doktor bácsi, hogy szedek-e vérhígítót. Nagyon öreg a doktor bácsi, lehet, vagy 80 éves. Viszont az összes többihez nem lehet időpontot foglalni, hozzá meg rögtön bemész. És aztán mondtam, hogy nem is rögtön fölírtam. Úgyhogy remélem, még nem hal meg, mert havi egyszer azért feliratom bele azt a szart. És csak itt van ilyen törvényi kötelezettség a gyógyszertárnak, hogy felajánlja neked. Ez nem csak a Viagra esetében van így egyébként, hanem antibiotikumok esetében is, hogy ha a generikusokat veszed, akkor az sokkal olcsóbb. Tehát például mondom a fogamra volt, jó Istenem, már hát nem tudom, hogy nem lehet aludni. Mi kell engem hívogatni, mondjad? Esetleg lehetne zöld virágítás? Jó Istenem, nézzünk zöldet, jó? Jó Istenem, legyen zöld. Á, Istenem, zűd legyen a világítás. Én nem lehet aludni. Faszom van, legyen zöld.
se a faszomat nem... Várjál, mert... Hirtetette... Minden fordítod el a kinézetetet? Mutakép! Nem tudtam... Itt van jó, na várjál, hogy jó... És akkor keresünk valami zöldeset, jó? De most nem nézem vissza, hanem itt választok valami alapértelmezettet, hogyha engedi. És nem engedi. Ne! Mi van? Fehér. Megnézzük, mik vannak. Ha sikerül csatlakozni. Nem sikerül csatlakozni. Nem sikerül csatlakozni. Valami nem tetszik neki, nem sikerül csatlakozni a színekhez, úgyhogy most marad ez, jó? Nem érdekel. Na, jó van, jó éjszakát. Na, éneklek még neknek. Egyébként igaz. Adjál már! Még kell engem hívogatni, mi van? Aludnék már. Legyen ilyen beolvasós donét, aztán lesz... Dehogy is, majd reggel olvasok be a donéteket. Na, reggel beolvasom a donéteket. Szóval, amit a Jutka mondott, hogy neki hiányzott gyermekkorából mindenféle intimitás, így nem vésődött be, a korai fejlődési szakaszában, hogy ehhez neki kedves emlékek kötődjenek, éppen ezért ő bármiféle ilyen finomabb, ami nem nagyon durva, közvetlen, ahhoz kapcsolódó intimitás, az neki szokatlan és kellemetlen. Mert a Jutka azt mondja, hogy ez azt ő neki így föltárta neki, és hogy azt hogy egyébként meg tudom erősíteni, hogy a bármiféle a nem nagyon közvetlen, hanem ilyen finomabb intimitás az ő lelkületét utával álló egyébként. Sajnos. Hozzám, hogy pont az állna közel. Ez egy olyan, amit tényleg ilyen viszonylag összeegyeztett, hetetlenebb szempont. Sajnos. Na mindegy. Együnk még vodkát. És akkor talán is értünk aludni, mert még nem vagyok elég álomképes Andrészre. Meg a másik, ugye, hogyha valaki túlságosan, nem most előszülettek ezek a mémek, hogyha valaki vele túlságosan kedves, azt se tudja kezelni. Tehát, hogyha valódi, nem cringe, hanem ilyen valódi odaadó szeretettel találkozik, akkor azt is inkább elutasítja, mert az is a valóság kívül eső körülmény egyébként. Úgyhogy kicsit ilyen, hogy is mondjam, távolságtartóan lehet őt kicsit kicsidelem az érzékeny pontokon triggerelve lehet őt kezelni. Érzékeny pont az, hogy nehezen viseli egyébként, hogyha róla poénkodó videók születnek, azokat nem nagyon szereti. Meg hogyha más videós vele foglalkozik, azt is utálja, mint a szart. Tehát a Lici Plaza-ban azon akadt ki, hogy megemlítettem a Kozmát, és ne említsem a Kozmát, mert akkor megem rászáll a Kozma, és a Kozmával ő úgy van, hogy se
ellenség se barát, hanem inkább legyen ilyen semleges távol, és akkor ezt mondta, hogy akkor most akkor ő most hazabúz a picsába, miközben tényleg az azt megelőző másodpercig, meg úgy volt, hogy akkor most párt alkotunk, akik együtt vannak hónapokig, évekig, örökké, és akkor egyszer egy live-ban megemlítem azt, hogy Kozma Csabi oldjál föl minket, és akkor az ő nevében én miért kommunikálok Kozma Csabi felé, és akkor ő most hazahoz a gecibe. A most hónapokig, vagy akár örökké együtt vagyunk, és egy párt alkotunk állapotból, a most végeztünk, és hazahúzok a gecibe, Pestre, állapotig, egy másodperc volt átkapcsolni, és azt kellett hozzá, hogy poénból bemondjam a live-ba, hogy Kozma Csabi oldjál föl messengere mindkettőnket. És én vagyok az elmebeteg, és nem az, aki erre képes. Nem az az elmebeteg, hanem én. Igen. Kétségkívül én. Meg hogy itt vagyok stabil kapcsolat nélkül, több mint 10 éve, és akkor hirtelen úgy néz ki, hogy van. Egy olyan szempontból is optimális, hogy minden baráti vagy egyéb kapcsolat az úgy egyébként a videózást egy ilyen viccnek gondolja, és egyik se veszi komolyan, és akkor itt van egy olyan, amelyik komolyan veszi, tehát abszolút teljtaláltnak tűnik, és akkor basszus, az abból, hogy akkor most együtt tartalomgyártás, meg egyéb, meg közös élet, de úgy, hogy a tartalomgyártás is fókuszban van, derült éppen világcsapás, ne engem mutogass, miközben kibaszottul kurvára nem itt mondogattam, hanem úgy próbáltam bejutni az oszmót, hogy szoktam, hogy mind a kettek képbe legyünk is. Tehát amikor arra is kibaszottul gyerek, hogy én is a képbe legyek, akkor mit jelent ez a kibaszott kurva mondat, hogy ne őt mutogassam. Tehát tartom, tehát kinyújtom a kezem, geci, és tartom úgy a kibaszott kurva oszmót, ott a linci kibaszott geci plázában, bazd meg, hogy ketten, mint egy a Ránc Gábor Lászlóval, a Kozma Csabival, a Gammer Bandival, vagy akár az Árpád a Szilveszterkor, meg úgy egyébként mindenkivel, korábbi riportokban, mondjuk a Takács Rózsával is úgy állítottam be a kamerát, hogy mind a ketten képbe legyünk, érted? Például, és akkor ez most kapásból 5 ember, mert azt, hogy szeretek úgy riportot készíteni, mind a ketten legyünk benne a képben, és akkor basszus. És amikor, tehát ügyelek rá, hogy én is teljes terjedelmében, teljes arcomban a képben legyek, akkor mi a faszomat, mi a kurva geci faszomat jelent a kibaszott mondat, és akkor mondtam is neki utána, hogy miért elindultunk a plázába, én mondtam neked, hogy bepakolom az oszmót, és akkor onnan live-olunk egy kicsit. És egy kibaszott szóval nem mondtad, hogy hagyjam itthon az oszmót. Ha live nélkül akartál volna plázázni, akkor kurvára azt kellett volna nekem mondanod, még itthon, hogy figyelj, szerintem hagyj itthon az oszmót, és ma este live-olás nélkül plázázzunk. És kurvára kibaszottul nem ezt mondta. Hanem eljött kurvára azt mondta, hogy jó, rakd be az oszmót, menjünk a plázában live-ozni. Elindítom a plázában a live-ot 2 percen belül, miközben kibaszottul nem fordítottam felé hátsó kamerát. Kurvára kibaszottul nem volt ő fókuszba helyezve, hanem csak úgy tartottam, távol tartva az előlapi kamerát, hogy mind a ketten egyszerre képbe legyünk, mint a legelső live-nál, mint a Ránc Gábor László live-nál, mint az Árpádos live-nál, mint a Gabber Bandis live-nál, mint a Kozma Csabis live-nál, vagy mint jövő szombaton majd a meglepetés YouTubernél a live-nál.
de úgy akár még a Takács Rózsa live-nál. Hogy mind a ketten egyszer legyünk a képben. Vagy akár volt Pécset, azt majd a Bárdi Kata ügye kapcsolatban elmutatom a Hajdó Attilával. Ott is ketten voltunk benne a képben, úgy próbáltam. Tehát amikor ezt csináltam, hogy mind a ketten legyünk, akkor ne őt mutogassam. És akkor, akkor az volt ez a kibaszott mondat, hogy ne őt mutogassam, amikor kibaszottul nem őt mutogattam, hanem mind a kettőket próbáltam egyszerre belerakni a képbe. Akkor mi a kurva geci, kurva anyámat jelent, bazd meg az a szar geci, elmebeteg mondat, hogy ne őt mutogassam. Na mindegy. Faszom a degedbe. Miatatna. Meg az egy pár vagyunk, össze vagyunk költözve, és hónapokra tervezünk állapotból. Egy ilyen kibaszott, esetlegesen rosszul sikerült mondat, hogy az ő nevével is beszélek, hogy Kozma Csabi oldj föl mind a kettőnket. Az hogy a gecibe tud a kurva anyád mindennek vége, húzok haza Pestre a gecibe örökre, abba átváltani egy másodperc alatt, és mégis én, miért vagyok én az elmebeteg, hogyha ezt így 10 év tartós kapcsolat nélküli állapot után pánik rohammal fogadtam, hogy most hirtelen mi történik, azt is nehéz megmagyarázni épésszel, úgy mellesleg. Tehát ott vagyok abban, basszus, hogy akkor most így megállapodtam hónapokra, évekre, és egyetlen rossz vicc alapján hirtelen, hogy a Kozma Csabi Olgyföld mind a kettőket cseten, emiatt az egyetlen apró lehet, hogy mit tudom én, nem átgondolt, mert hogy előtte mondta, hogy Kozma Csabit ne legyen említve, állj van, és elejtett egy fél mondatba, de basszus, emiatt hirtelen átváltan abban, hogy húz a gecibe, és örökre vége mindennek. Tehát az egyik állapotról az ellenkezőjébe fél másodperc alatt átváltani, és akkor én vagyok az elmebeteg, hogy ezt hirtelen nem tudtam földolgozni, mi történik. Persze, ez nyilván így van. Meg az is nyilván teljesen normális, hogy én egyáltalán nem voltam olyan hangulatban, hogy itt bármi a testiség vulatkozásában megvalósuljon, és akkor csak abban voltam, hogy aludjunk, mint most, hogy aludjunk, és akkor a... De hogy bármi testiség, vagy bármi más nélkül, tényleg csak alvás. És akkor, amikor az hirtelen átfordul valami másba, akkor meg, hogy miért nem ér engem felkészültem. Tök jó. Minden. Ígyunk meg egy kis vodkát, jobban aludjunk. Ja, és akkor az összes, majdnem elfogy a vodka. Egy kis kortyú, csak hogy jobban menjen az alvás. Isten. Ja. És akkor én vagyok az, aki önző, mert hogy a testiséget helyezi előtérben. Miközben, hogy is mondjam, a prioritás az talán úgy néz ki, hogy az első a videózás. Hogy azért legyen kreatív tartalomgyárt. És ehhez képest miért őt mutatom? A
Mi a fasz? Egyáltalán nem őt mutattam, ketten legyünk a képben, mint ahogy a legelső live-nál is. Mi a kurva élet történik, hogy ne ült, amikor mind a ketten bevegyük a képbe, akkor ne ő legyen. Mi a büdös keszi fasz történik? Ez az első. Jó, tehát a videózás. A második az, hogy valamiféle szex nélküli intimitás legyen. És az, hogy bármi, ami testiség, az esetleg harmadik. Kettő mögött prioritásban. Jó? Basszus. Faszom. Harmadik. Harmadik. Legfeljebb. Harmadik. Sőt, mondjuk negyedik, jó? Mert az első a videózás. A másik, mit tudom én, az, hogy esténként ilyen szextékül intimitás, összebújás, akármi, jó? Harmadik mondjuk, hogy lehessen értelmesen normális dolgokról beszélgetni, megtárgyalni a dolgokat, amiket mondjuk az ember nem a nyilvánosságnak szám, mert a trollok veszélyesek, és kihasználják ki, vagy felhasználják kellene, és mondjuk a sorrendben a negyedik, a szekt negyedik, négy, és nem, na minden. Abszolút nem, és akkor én vagyok az önző. Az első az, hogy akkor kreatív tartalomgyártás, basszus, persze. Azért is van meghívva. Mikor jönnek? Kérdezitek, hogy mikor jön a koszpacsabb, amikor jelzi, hogy akar jönni. Mikor jön a kamerban, de amikor jelzi, hogy akar jönni. Kivéve a következő, azon a hétvégén, tehát hétvégékről beszélünk. Ugye, péntektől vasárnapig. Tehát mikor jön a hétfő, vagy péntek estétől vasárnap estét, mikor jön a kozmacsapja, amikor jelzi, hogy akar jönni. Mikor jön a gamberband, amikor jelzi, hogy akar jönni. Mikor jön a kucsai szandja, amikor jelzi, most már, hogy akar jönni. Mennyi van szavona, el lehet mindig. Mikor jön a penketibi, amikor jelzi, hogy akar jönni. Mikor jön a kréziket, amikor jelzi, hogy úgy akar jönni, hogy akar szerepelni is a videóban, és ő nem akar általában szerepelni, azt mondja a videóban. Úgyhogy ha meg nincs videós szereplés, akkor meg inkább nem fizetem neki. Mert akkor minek? Na mindegy. Na, ezen akadtam ki, hogy úgyhogy basszus, semmi. Amikor meg elmentem a doktorhoz, akkor meg mondtam neki, hogy hát akkor próbáljuk meg ki. Itt a doktor bácsi fölírta, gyógyszerésztén odaadta, itt van, és akkor hát most már éppen nem kész rá. Most tök jó. Aztán másta meg vissza, aztán meg bandulás. Mert hogy mozi, aztán mégsem mozi. Aztán odaév a mozihoz, mégis, meg 20 perccel az érkezésem előtt, 10 perccel az érkezésem előtt mondja bele a gamberban, hogy live-ába, baszd meg, hogy megyünk a moziba, aztán amikor megérkezem, akkor meg ez egy féreg, és miért jött ide. Miközben 10 percek korábban mondta, hogy megyünk a moziba. Mi a fasz? Hát nyilván, hogyha azt mondja, hogy nem megyünk a moziba, változás van, nem megyek oda. Akkor változás van, én meg megyek a moziba. De nem azt mondta bele a Gammerbandi live-jába a Jutkának, hogy nem megyünk mégse a moziba, mert változás van, hanem azt mondta bele a Gammerbandi live-jába a Jutkának egy 10-15 perccel az érkezésem előtt, hogy megyünk a moziba, azt mondta bele. Azért mentem oda, mert abban voltak az érkezésem előtt egy 10-15 perccel, hogy bennek a moziba. Ez így elhangzott. Megyünk a moziba. Az ellenkezője hangzik el a Gammerbandi live-jában. Azt hangzik el, bazd meg, hogy nem megyünk a moziba, mert változás van, inkább a kamera mászkálunk. Akkor nem megyek oda. Akkor megértem, hogy változás van, mert elhangzik a live-ban, hogy változás van. Ő neki más programja akadt, de nem azt hangzott el, hanem az, hogy mennek a moziba. Azért mentem oda a Garai utcába, bazd meg. Mert még a
Gammer Bandi lábjában is azt hangzott el, hogy a moziba mennek éppen. És akkor oda megyek, és akkor megyünk együtt. Azért mentem oda. Azt hangzott volna el, hogy programváltozás van, és nem megyünk a moziba, azt mondja, hogy nem meggondoltam magam, mégsem akarok moziba menni, akkor nem mentem volna oda, hanem elmentem volna egyedül megnézni a kibaszos filmet. Ez a különbség. De miután még a jelenlétem nélkül is, megjelenésem előtt egy 15 perccel azt hangzott el, hogy menjünk a moziba, ezért oda mentem, bazd meg, faszom. Azért, mert azt hangzott el, hogy a moziba készülnek. A másik ember lábjában. És ehhez képest, hogy mondja bele a több száz nézőnek, bele a streambe, hogy megyünk a moziba, ehhez képest én bekinek személyesen 10 percet később, hogy menjünk a moziba, és akkor már azt mondja bele a streambe, hogy nem tudom, miért jött ide ez a féreg. És én vagyok az elmebeteg, nem az, aki erre képes, hogy 10 perc elteltével ugyanak az ellenkezőjét több száz embernek elmondja. Nem az az elmebeteg, aki 10 perc elteltével, 10 perc különbséggel ugyanannak az ellenkezőjét, az érintettet is megbolondítva, meg megtévesztve belemondja az éterbe, hanem az, aki ezt meghallja, és azt mondja, hogy jó, hát akkor nincs itt semmi változás, a másik lábjában is azt mondja, hogy megyünk a moziba. Hihetetlen, bazd meg. És akkor én a férek, meg én az elmevetek. Hihetetlen. Meg én vagyok a férek, meg én vagyok az elmevetek, aki nehezen tudom kezelni, bazd meg, hogy most együtt vagyunk, meg egy pár vagyunk, meg össze vagyunk költözve, és több hónapig akkor most itt együtt tervezünk, és akkor közös élet állapotból hirtelen gyakorlatilag egy másodperc alatt egy ilyen rosszulséget mondat után, amiben belevonom őt is, hogy Kozma Csabi, oldj föl mind a kettőnket, légy szíves a Messengeren. Ez volt az a mondat, amitől átkapcsolt abban, hogy ő most 20 haza a gecibe Pestre, a egy másodperccel korábbi hónapokig együtt vagyunk, meg egy párt alkotunk, és most akkor én a te barátnőd vagyok állapotban. És hogyha én ezt egy egész évtized kapcsolat nélkül állapot után nem tudom kezelni, akkor bazd meg én vagyok az elmebeteg, hogy akkor erre én egy pálikról motélek át, hogy hirtelen akkor basztus abba vagyok, hogy akkor most akkor egy erős váltás van az én életemben, a korábbi állapothoz képest egy minőségi ugrás, és akkor mégsem. És akkor ezt nem kezeljem nyugodtan, ugye? Igen. Természetesen. Mi sem természetesebb önnél. Hogy ezt akkor nyugodtan, hát akkor ez van, és akkor legyintek rá. Persze. Az lett volna teljesen normális. Annak tükrében, hogy egyébként több, mint egyébként bármiféle ilyen párkapcsolatnak nevezhető, nem is 10, 15 év. Jó, tehát és akkor hirtelen mondom, azt mondom, nyertem a lotton, megvan a 3 milliárd, aztán fogadja nyugodtan, miután ebben vagy mondjuk 3 napig, hogy megvan 3 milliárd, hogy még sincs meg. És akkor ezt úgy legyincsél, hogy fogadd el, hogy ezt úgy, akkor ez van. És akkor ne törjön rád egy pánikroham. És akkor, ha mégis rátör, bármiféle ilyen impulzus-szerű pánik emiatt, akkor meg elmevetek vagy. Hogy ott vagy két napig abban, hogy milliárdos vagy, aztán héten mégse vagy milliárdos, és ez mondjuk lejátszódik egy másodperc alatt, akkor ezt te úgy fogadj nyugodtan, meg visszafogottan, meg békésen. És ha mégsem fogadod visszafogottan, meg békésen, meg nyugodtan, akkor meg elmevetek vagy. Ez nyilván így van. Igen. Ez mi sem természetesebb ennél. Hogy akkor nyugodt. Na mindegy. Tehát, ha valaki értni akarja, hogy mi történt, akkor ez történt.
Nem, nem, elsősorban nem. Jó. Sorrendben negyediként, igen. Szexre, meg ide-oda testrészekre, élvezésre is vágytam. Hogy a... Hogy a tigrisre a lábán, meg még ide-oda élvezek, persze, negyedik fontossági sorrendként. Az első fontossági sorrend a videózás volt, jó? Tehát a másik fontossági sorrend a szex nélküli intimitás, hogy összebújva alszik az ember egy kicsit. A harmadik fontossági sorrend, hogy mit tudom én, ilyen viszonylag személyes dolgokat a trollok kizárásával személyesen meg lehessen beszélni, és mind a három mögött lett volna negyedikként, igen. Fontos, de negyedik fontosságban, prioritásban, sorrendben, minden szempontban a negyedik, legfeljebb a negyedik szempont. A testiség. Nem első. Kurvára nem első. Na mindegy. Ja, és akkor erre mondtam, hogy így gémerszék, meg úgy gémerszék. Ja, mintha nem kérdeztem volna meg külön, amikor itt volt. Ez így konkrétan elhangzott kérdésként, hogy te most ott ülsz, csinálod a live-ot, vagy éppen kezdte beállítani. És ez így konkrétan szó szerint elhangzott, hogy érzed-e úgy, hogy neked ehhez, hogy te ezt a live-ot jól csináld, hiányzik bármilyen technikai eszköz vagy bútor. Zöld háttér, megvilágítás, bútor, egyéb technikai eszköz, akár kamera. Vagy jól van ez így. És mondta, hogy jól van. Csak elindítja a live-ot. Ez volt a válasza. Jó? Ez volt a kibaszott válasz. Holott, hogyha az lett volna a kibaszott válasz, hogy kéne ide egy kényelmesebb szék, vagy faszom, vagy egy elgátó, egy harmadik elgátó, pedig kettőt használok, neki kéne egy harmadik, hogy legyen egy zöld háttér, és akkor mobilon is ki tudja kulcsolni a háttéret, akkor abban a pillanatban megrendelem. Jó? És akkor ez nem hangzott el. Tehát én nem kérdeztem volna, én erre külön rá is kérdeztem, hogy, és mondta, hogy nem. Hogy kéne bármilyen szó szerint idézem. Ez így elhangzott kérdésként, live-on kívül. Te most csinálod itt a live-aidat, és itt vagy. És érzed-e úgy, hogy szükséged van-e bármilyen technikai eszközre vagy bútorra, ami neked ezeknek az élő közvetítéseidnek a minőségét megnövelik? És mondta, hogy nem. Jól van az úgy, hogy itt áll a megfelelő árványon, az asztalon, konyhaasztalon, a telefon, és akkor ott van mögötte a konyha. Mondom, jó, akkor csináld így. Tehát minden más meg föl lett ajánlva. Aludjunk. Tehát föl lett konkrétan ajánlva. Föl lett konkrétan ajánlva minden. Egészen kúrítom fel az elmám. Nem a másik. Többen beírták a kommentbe, hogy én mennyire furcsán veszem a levegőt. És aznap este, amikor fölbaszta az agyamat, ezzel, hogy a most, mint hónapokig, vagy akár örökre párt alkottunk, és akkor összetartozunk, meg lófasz, és ebből egy másodperc alatt a Kozma Csabi is egyetlen rossz mondat miatt átváltott abba, hogy elhúz örökre Pest a picsába, meg a
együtt gondolkodunk és együtt alkotjuk a videós tartalmakat abból átváltatabból, hogy ne őt mondogassam, miközben kibaszottul nem őt mutogattam, hanem mint hogy bárkinél, akár nála is, az első live-nál arra próbálta ügyelni, hogy mindenket képbe legyünk. A közben, miután ez a kettő egyszerre kibaszottul fölbaszta agyamat, és úgy feküdtem le mellé, hogy érezhető volt és tapintható az idegesség a hangvételemen, vagy a levegővételemen, hogy és akkor erre megkaptam azt a mondatot, hogy már a levegővételed is olyan ideges, és olyan idegbeteg, hogy az ember nem tudja, mikor veszed elő a kést és pártod belé. Ennyire. Tehát szándékosan provokatíva föl van baszva az agyam, lefekszem, fekszik az ember mozdulatlanul, de érezné a lélegzet vételén, hogy ideges, és akkor erre még pluszban megkapja, hogy már a lélegzett vételeten is érezni, hogy nem tudja az ember, mikor veszed elő a kést és mártod belé, mert annyira tele vagy rejtett indulattal. Mi a fasz? Mi a fasz? Hát egy ilyen éles váltás után tele van, ideges vagy, nehezen tudod hirtelen kezelni ezt a helyzetet, és akkor ez annak a jele, hogy olyan indulattal vagy teli, hogy az ember nem tudhatja melletted, hogy mikor veszed elő a kést és mártod belé. Mint hogyha úgy nem lett volna semminek előzménye, mindjárt derült égből, tehát hogy mit tudom én, előző pillanatban ott lettünk volna a réten, piknikeztünk volna, dobáltuk volna egymásnak a labdát, szedtük volna a virágokat, majd hogy egyik pont a másikra elkapcsoltam, én elkapcsoltam volna valami egészen másba, és nem ő kapcsolt volna át egyik pontról a másikra egy egészen más dologba. Fölfoghatatlan is értelmezhetetlen. Ment egy. Persze, hogy nekem ember kiveszett bevette. Csak köszön. Senki más. Nekem vagyok a autista, meg a bipoláris, hogy a trollok mondják, mint hogy kibaszott, mint a kibaszottó nem lenne mindig. Kivétel nélkül. Konkrét és objektív oka annak, hogyha éppen depresszív helyzetbe kerülök. Tehát a depresszió az úgy néz ki, hogy van egy ember, és nincs semmi konkrét oka. És akkor, vagy a bipoláris zavar, van egy konkrét ember, nincs semmi konkrét oka, és akkor ugrál a happy, meg a depresszív állapot között. Miközben nálam konkrétan és objektívan és soha nem fordul elő olyan, hogy valós nyomos ok nélkül ugrálnék az egyik állapotból a másikba, soha, sehol. Kivétel nélkül ilyen nem fordult még elő az életemben. Mindig, amikor a depresszív állapot van, akkor azt objektíva a trollok intézik el, vagy egy olyan problémával szembesülök, aminek a másnapi megoldása érdekes kihívásnak érkezik. Nem, most például az a helyzet, hogy kész vagyok mindennel, tehát minden fasza. Semmi, működésben minden fasza, annyi a feladat, hogy a adott űrlap, és küld hozzá egy ilyen
szerkesztett screenshotot, hogy hogyan nézzen ki, és akkor ugye a bootstrapben pont ugyanazt a kinézetet én hogyan állítom elő, az ilyen kihívásosnak érkezik. Tehát full stack vagyok, úgyhogy valahogy nekem itt a bootstrapben pont azt a fajta elrendezést, hogy meg kéne oldanom, csak ez most egy ilyen kísérletező szakasz, remélem, hogy ebédig azért megoldom, hogy tudjam neki azt mondani, hogy na, készen ott van, hello. De faszom tudja, hogy ezt a kibaszott bootstrap, az meg nézem, hogy akkor adod ezt az osztályt a kibaszott bootstrapnek, és akkor ez van, meg az osztályt, és akkor az van, és akkor a dokumentáció, meg ugye a leírás úgy néz ki, hogy ja, ez volt a négyes bootstrapen, de az ötösben már ez nincs benne, anyád. Tehát tanulsz valamit, és akkor ez a bootstrap, és akkor van egy verzióváltás, és akkor az be, amit eddig megmutat, az hitel nincs. Mi a faszom ez egyáltalán? Hihetetlen. Nem tudom, hogy most négyes vagy ötös tér, azt is meg kell nézni, mert akkor arra is figyelni kell. Meg vannak dokumentációk, mint tudom én, és akkor nem tudod, hogy ez most melyik verzióban, mert ők is abból indulnak ki, hogy visszamenőleges kompatibilitás lesz, aztán nem lehet, mert a ötös az úgy van, hogy egy csomó a funkció a bootstrap 4-esből, az meg nincs, na mindegy. És most nem ott vagyok, hogy ennyi a kibaszott egyszerű feladat, hogy a kibaszott űrlap az legyen kicsit kompaktabb, meg legyen megfelelő a screenshoton látható hasonló elrendezésű, és akkor nem tudom, hogyan oldjam meg ezt a bootstrapben. Mindegy. Csak közben itt vagyok, és az a idegesítő, igen, hogy úgy ment ki 500 ezer, hogy az egyetlen dolog, az egyetlen dolog, amire tényleg vágytam, amit többször elmondtam, szex nélkül összebolyva elaludni. Na most az egyszer sem történt meg. Egyszer sem. És az egész, nem, és egész, amire tényleg vágytam, hogy ez történjen meg, az ennyi. És amikor egyszerűen azt mondtam, hogy akkor próbáljuk meg, és akkor most aludjunk, összebújva. Talán messze lennél, és akkor az egészen másba átfordult hirtelen. Úgy mellesleg, igen. Abba voltam, hogy aludjunk. Hogy csak simán aludjunk. Régedig aztán, hogy egy nap, két nap, három nap, vagy hét múlva, hogy valamit megbeszélünk. De előtte beszélünk, és nem az, hogy 5 perc múlva mi történik, mindegy. Én csak abba volt, hogy aludjunk. Mindegy. Nem, fontos a testiség, tehát nyilván azért néz az ember viszonylagos gyakorisága a pornót is, mert fontos a testiség, és nem elhanyagolható szempont. Meg az élet fontos része, a megfelelő előkészítés, meg kommunikáció után. De hogyha nincs az előkészítés, kommunikáció, lelki megalapozás, egyeztetés, az nagyjából az, amikor két kutya összeragad, és össze vannak ragadva a kutyák. A kutyánál az úgy működik, hogy nem is tudja kihúzni, mert összeragadnak, de érted?
Minden. És mi a különbség? Összeragadt kutyákhoz képest, hogyha az egész nincs kiegészítve releváns kommunikációval. És aminek a másodleges törekvésem lesz volna, csak ugye, mint ahogy a Jutke elmondta, nem bántalmazó intimitást, szeretetet nélkülöző gyermekkor után, hogy ilyen rideg az intimitást elutasító felnőtt lesz előállítva. Ami egy olyan embernek, akinek volt gyerekszobája, furcsa, kibaszott cringe. Ha az embernek volt gyerekszobája, akkor az intimitást, a szeretetet, a finom összebújást kívánja, és annak esetleges későbbi megalapozott kiegészítőjeként a konkrét testiséget, ami szintén nem mellékes, de mondom, nálam felsoroltam három fontosabb szempontot. A három fontosabb szempont a videózás, a szex nélküli intimitás, meg hogy lehessen beszélgetni normálisan dolgokról, és utána negyedikként. És ugye ehhez képest az első vagy másik helyre ezt úgy hirtelen helyezni, a kettes meg hármas pontot átugorva, hát ez tényleg az olyan volt, hogy azt mondtam, hogy egye fene, keresünk háziorvost, osztrák háziorvoson még nincs is lett. Egyébként tök gáz, mert ötöt kellett fölhívnom, vagy hatot, mire az öreg embernek a titkárnője azt mondta, hogy oda jöhetek. Mindig azt mondja, nem, új beteget mi már nem. Kizárólag a 90 éves rosszokja öreg ember mondta azt, hogy jó, hogy jöjjön ide, az nem, jöjjön ide, aki akar. De legalább amíg él, remélem sokáig él, mert akkor havonta föl tudom iratni. Sokan még a hazautazás előtt ez volt az utolsó beszélgetés, hogy vajon elég-e a havi 12-re, amely dobozban van. Mert akkor beépítem a költségvetésembe. És erről nem volt véleménye, hogy nem tudja, ezt majd kialakul, mondom, jó. Kicsi néző, aludj néző, 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 kicsi néző, aludj néző. Kicsi néző, aludj néző, kicsi néző, aludj néző, kicsi néző, aludj néző, kicsi néző. Aludj néző, kicsit néző,
Alul néző, kicsit néző, alul néző, kicsit néző, alul néző, kicsit néző, alul néző, kicsit néző, alul néző, kicsit néző, alul néző, kicsit néző, alul néző, kicsit néző, alul néző, kicsit néző, alul néző, kicsit néző, na jó, jó Istenem, ez van. Tehát önmagában nem azzal volt a gond, hogy az ember mit akar, hanem a sorrendel, és ha ön a agyamban lévő sorrendet nehezen, de azért átállítottam volna, és azt mondtam volna, hogy akkor más legyen a harmadik, meg negyedik, meg második, és legyen akkor előkelő helyen mégis a generika, aztán mégsem úgy alakul. Majd meglátjuk. Hát most meg olyan a helyzet, mondom, hogy kibaszottul hülye és szar ötletnek tartanám, hogy ide jönne. Nem csak azért, mert nekem figyelem kell a mellóra, hanem saját maga miatt is. Hát itt bármi ismét mondjuk egy héten belül szarul alakulhat, ami miatt úgy érezheti, hogy haza kell mennie. És ott már nem lesz neki akkor szállása, mert odaadják valakinek másnak, úgy, aki adj éjszakákat. És erre most én rossz, jó megoldást nem tudok. Erre az lenne jó megoldás, hogyha jelentkezne egy olyan bécsi, legalább két szobával rendelkező ember, aki azt mondja, hogy utánam, hogyha itt bármi gond van, mondjuk Bécsben átveszi a Mercit, és akkor ott el lehet az ő másik szobájában, de ilyen egy ember sincs. Azt pedig, hogy azzal, hogy ide jön, majd utána akadások vannak neki, vissza kell utaznia, én még hogyha talán meg is próbálnám jó szívvel lépni az ebből fakadó kötelmeket az ő számára túlságosan korlátozónak érzem, úgyhogy én azt tudom neki csak javasolni, hogy igyon amennyit saját számlájára, vagy a asztalnál lévők számlájára tud inni, és akkor én is iszok, és akkor valami majd lesz. Utána mindenki kiitta magát, meg kidumálta magát, meg minden. Na, még most óban, aztán iszunk még egy kis vodkát. Jó. Jó, iszunk. Jó, nem. Á, de kiomlott, kicsit kiomlott a vodka, mert nem volt rajta fedő. Jaj. Mindjárt olvasunk még csetet. Attól kell aludni. Már drégszak.
Hol a mikrofon? Hol a mikrofon? Valahol hallom. De hol raktam a mikrofon? Hol raktam a mikrofon? Várjál, nem húztam le a WC-t, de akkor hol van? Aló? Hol a mikrofon? Aló? Aló? De hol a mikrofon? Nem értem, hol a mikrofon? De nem vittem be, hogy leraktam, hogy itt van a szobában valahol, de hallom. De hol van? Nem értem, hol a mikrofon? Elveszett a mikrofon. Hol a mikrofon? Hol a szemvérgem? Hol? Ott a párnám. Párnám? Nincs a párnám. Nincs a párnám. De hallom. Hallom a hangját, és nem tudom, hol van. Viccen kívül, hol a mikrofon? Hallom. Hol engem, de hol van? Várjál, itt valami nem stimmel, hol a mikrofon? Itt van, várjál. Kijövök a fürdőben, ott nem fogom hallani, igaz? Halló? Halló, fürdőben vagyok? Valóli kleraktam. De hova? De megvan. Itt a szállítóra raktam be. Jó, megvan. Valóli kleraktam. Együnk még egy pizzát, jó? Megvan. Eszünk még egy pizzát. Jó, megvan. Megvan, csak eszünk még egy pizzát, jó? Eszünk még egy pizza szeletet, jó? Aztán eszünk egy pizza szeletet, jó? Aztán alszunk tovább, csak eszünk egy pizzát, hát, ja. No. Aztán eszünk egy pizza szeletet, jó? Aztán történt valami, amíg aludtam, vagy nem aludtam, vagy csak panaszkodtam a félállomban? Nem, itt van, de akkor szóval, nem tudom, hol volt. Aztán lebúztam az meg a WC-n részlege. Beesett, aztán lebúztam, de nem, hallottam a hangját, hogy... Mi iszunk még? Jaj, Istenem! Na, közül, ideülünk a géphez még inni, jó? Vagy elnél, vagy nem tudom, mit csinálunk. Van, csinálunk. Jó? Na, jó van, itt vagyunk. Hello! Hello! Na, jó van, itt vagyunk. Hello! Na, eszünk egy kis üzét, aztán alszunk tovább, mert aludni kell, mely éjszaka van. Na, nem tudsz állni. Mindjárt eszünk egy kis vodkát. A vodkát jobban alszik az ember, mert a vodka az altató, szeret, nyilván a jutka szeret aludnia. Azért esik, mert az altatja az ember. Csak nekem még kevés volt, de úgyis volt elég sok feliratkozó,
Úgyhogy azokra kell inni még. Csak nem tudom, miért tudtam elaludni. Nem beszéltem sok hülyeséget fél álomban. Kell még vodka. Erre hiszem, ahhoz, hogy nem tudom, miért aludtam el közben. Na mindegy. Na. Nem, bocsánat, nem ez a ablak kell, hanem a másik böngésző. Mi az? Sodinak a vlogjának kell a böngészője, a YouTube-ja. Nagyon szép az. Hát majdnem elrúgtam, mert csak még nem, mert mindjárt. Kutya, macska, mindjárt csak megesszük, finom pizza van. Hoztam. Na. Pam 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 pam. Na. Na, tartsunk egy 5 perc szünetet, és 5 perc után folytatjuk a valódi Albus Live, jó? Ennek van ez a cím, hogy Albus Live előkészület, jó? Na, szevasztok! 1 óra 15-kor folytatjuk. Fűtésem le van tekerve a nullára. Tehát gyakorlatilag ez a gamer lap fűt, meg van kint a hideg téli idő. És semmi más nincs. Na, és ugye ez képest, akkor lefekszünk aludni, jó? Ellenőrizzük, hogy az összes fűtés a nullán van, összes fűtés, szó szerint a nullán van, a gamer laptop fűti az egész lakást, amit streamelek, semmi más fűtés nincs, semmi, az ég adja, ég egy adta világon. Mi? Nem már. Nehogy már sipoljon. Nincs sípolás, ugye? Remélem nincs. De ugye nincs sípolás. Nincs sípolás, ugye? Nincs. Jó van. Na, akkor mostantól elkezdjük a valódi alvós live-ot. Csak eljövök még a mosdóba. Aztán... Nem, nincs hernyás, csak nem akadozik. Csak akadozott az előbb. Lehet, miközben beállítottam a dolgokat. Én most a hűtés érdekében annyit tudtam tenni, hogy ki van, le van tekerve nullára az összes fűtés a lakásban. Úgyhogy az van, hogy ami fűtés van, azt a streamer gép adja ki magából. Minden más meg le van tekerve. A streamer gép meg ez a színes világítás. Minden, semmi más nem ad ki magából. Semmi, tehát a téli hideg van. Minden, semmi más nem ad ki magából. Nem sípol. Hideg van. Nem akad és nem sípol. Úgyhogy most ide jövök. Remélem benne vagyok a képben. Ellenőrizzük még a... Ja, várjál, kikapcsoljuk még az előnézetet. Jaj, majdnem elcsúsztam a vodka. Vagy nem tudom mi ezen, valami elcsúsztam. Majdnem. Ellenőrizzük a Ajax szinkront. Fekete, bika, pata, kopoga, patika, pepita, kövér. Na nézzük. Fekete, bika, pata, kopoga, patika, pepita, kövér. Na nézzük. Fekete, hahó. Pepita, kövér. Na nézzük. Fekete, hahó. Nem jó. Bazd meg! Mi a fasz történik ezzel a gecivel? Mi csinál ez? Mi a kurva anyját csinál ez? Váá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 á
Hihetetlen! Nem tudok mit csinálni. Most talán. Nem tudom, mi van. Hihetetlen! 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 Ha-ho! Ha-ho! Ha-hó. Ha-hó. Nem jó, ha mi a fasz csinál? De mi a kurva anyja van ez? Tényleg, én főgyújtom. Mi csinálja ezt? Nem a brió, a másik. Mi csinálja ezt? Tök gáz. Tök gáz. Na. És vissza sem adja. Na. És visszaadta. Na nézzük. Mostanán. Nem, áh. Miért csinálod ezt? Rossz vagy. Miért csinálod ezt? Rossz vagy. Rossz vagy, most jó. Miért csinálod ezt? Rossz vagy. Rossz vagy, most jó. Most jó. Na mindegy, akkor így alszunk, jó? Ha mi most is rádugom a... izét... rádugom ezt, még most is jó? A hang? Rádugom ezt... még most is jó? A hang? A hang. A hang. A hang. Ezt? Még most is jó? A hang? A hang. Jó, most a még, hang. Most jó, most szinkronban van. Minden jó, úgyhogy... Ja nem dugtam rá, most dugom rá. Ja de, nem a telefonra akartam rádugni. Na várjál, most kell előzni, mert most dugtam rá a mikrofonra. Most van rádugva a mikrofonra. Na most jó. A mikrofonra. A mikrofonra. Jó. Jó, oké. Na, minden jó. Úgyhogy alszunk. Most már tényleg alvos live. Csak előtte bepótoljuk. Jaj, kiemlett egy csomó vodka, minden vodkás a pannon, nem baj. Ez majdnem víz, úgyhogy az maradhat. Ott vodkás. Most viszont megyünk a kis vodka. Aztán holnap megyünk. Mi hol a YouTube? Nem zárt. De zárjuk be. Ez a szar engem. Jó lesz reggel. Jó Isten, Isten. Már sok lesz. Na, egy még. Egy feles még. Egy, kettő, ha. Csak hogy jól aludjunk ki. De jó van. Most már tényleg. De jó van. És 60. És egyszer nem volt.
Mit szerintem volt itt a bujás, amire előtte beszéltem? Az egyetlen egyszer nem volt. Mert amikor az ember kezdeményezte volna, hogy szex nélkül csak összebújás, akkor... akkor az összeveszés előtt valami sokkal többbe, utána meg sokkal kevesebbe fordult. Pont abban soha. Nagyon hazudok. Reggel. Reggel részben, de... reggel részben volt annyira álmos, hogy... de... hogy oda tudtam bújni. Mert aludt annyira mélyen, hogy nem is érdekelte. Nem mindegy, hogy... hát azért az hiányzik, és az egyszer sem történt meg, hogy cicopújvára aludjunk. Egyetlen egyszer sem történt meg, pedig elsősorban az volt a, nagyon nem első, a videózás, akkor második, nem, másik a... ha normálisan tudunk beszélgetni, vagy elmesélni a napi élményeinket, akkor harmadik. De akkor is a szex előtti prioritás lett volna. Erősen mindegy. És sose történt meg. Pedig másik vagy harmadik prioritás lett volna. És soha egyszer sem. Csak úgy összebújni, szex nélkül aludni, elaludni. Egymás karjaiban az egyetlen egyszer sem, soha egyetlen másodperce sem történt meg. Hogy csak úgy összebújva, szex nélkül egymás karjaiban elaludjunk, az úgy nem, soha egyetlen egyszer sem, soha 5 másodpercig sem. Pedig csak azt akartam volna. Ez lett volna fontos. Nem annál a... nem annál a... sokkal több. Sokkal kevesebb, hanem fontos lett volna. Nem is fontos lett volna. Ez már csak az elsősorban az nem. Tényleg adni kéne. Köcsönöm. Nem tudom. 40, basszus. Jaj, holnap meló után reggel bepakoljuk a edzőcuccat, és akkor melóból elmegyünk rögtön edzeni, jó? És akkor azt még nyomunk egy... megpróbálok a nagyobb terembe menni, ahol kevesebb ember van arányaiban, mert ott nagyobb eséllyel tudok nyomni. A belvárosi teremben nem tetszik nekem, túl sok ember van is. A felszereltség is szarabb is, és az ember is több. Úgyhogy eljött a Dunapartiba megyünk, ahol, ami nagyobb, és ott kevesebb is az ember. Meg jobban van felszerelve, mert ott van a úszómedence, meg a...
Lehet, hogy azért is vannak kevesebb benne, nem tudom, de... Nem megyek a belvárosiba. A belvárosi az a gyalog két sarok, de nem szeretem. Túl zsúfolt. Zsúfolt. Meg minden szarban. Meg nincs úszómerence se. Én azért olyan helyekre megyek, ahol vagy csak úszni, vagy úszni lehet. Általában. Aludj, néző, kicsi néző, aludj, néző, kicsi néző, aludj, néző. Mert 40 éves korod után, ugye már elkezd folyamatosan, szinte napról napra fogyni az izomzatot, úgyhogy mászkálni kell. Egyébként a Merci is ezért inkább mászkál tömegközlekedés helyett, hogy ennyiben is legalább edzésbe tartsa magát, hogy napi 1 kilométer sétálmaz meg legyen. Ennyire ő is ugye, meg hogyha nem is kötelező, akkor is kilométer hiánya van. Az, hogy nem kell menni sehova a túlélésért, nem kell az egyik helyről mászkálni a másikra a túlélésért, hanem itthon tud lenni nyugalomban. Ez volt neki egy diszkomfort érzés, mert a mászkáláshoz szokott. Amit többen mondtak neki, hogy a nyugalom a béke. A nyugalom a béke a kényelem. A rendezett körülmény. Az őt zavarja. Ő erre vágyik, és neki ez a természetes, és a Molnár F. Árpád streamjében elmesélte, hogy annak idején egyébként még a Jutkát is egy ilyen helyen ismerte meg, vagy valami máson, hogy a túlélésért mászkál az egyik helyről a másikra. És hogyha ez nincs meg, akkor az nagyon furcsa, hogyha nem kell folyamatosan lejárni a talpát az egyik helyről a másikra, ahhoz, hogy túléljen, hanem van egy hely, ahol nyugodtan megállapodhat, az neki egy diszkomfort érzetet okoz. Azért okoz neki egy diszkomfort érzetet, mert az nem egy olyan dolog, amihez ő hozzászokott volna. Donétej, mert reggel olvass a sori az összeset, ha most nyomsz egy donétej, reggel felol. Vassa a sori, a donyom szegy nagy donéte, reggel felle olvasva, a nyom szegy donéte, nyugodtabban, alszol ma el, ha nyomsz egy donétet, meggyógyul a betegsége, ha van kínzó fájdalmat küldő, a gyógyító energiát, csak nyomj egy donétet nekem, meggyógyítlak akaratod erejével, ha krónikus, akkor is segít
a sódi ereje, vízzel bennem, reumás vagy, segít a sódi agya, küldöm a gyógyító energiát, ha donételsz, donételj, és meggyógyítom a karatom erejével a daganatot, miről még nem is tud, belehalnál. Egy éven belül, de most megelőzheted a Dornitel, a Soltina, valahogy küldöm a gyógyító energiát reggel, csak Dornitel, a Soltina, az alvós lájvára, a covidos vagy, eltűnik a tűdödből, csak Dornitel, a Soltina, és küldöd az energiát, még meggyógyít örökre, és a vitalitásod visszatér, csak Dornitel, a Soltina, és szerencseért egy héten belül voltak emberek, kik nem fogadták meg ezt, hallották, hogy szerencse éri őket, ha donételnek, de nem donételtek a Soltinak, és emiatt a szerencse érte őket, mert megszakították a láncot. És ez nagy bűn, Dornitel, hát a Soltina, különben a szerencsétlenségért téged, és meg is halsz talán, de megelőzheted a rossz energiákat, elűzi a Dornitel, a Soltina, most Dornitel, mert elűzöm a rossz szellemeket és démonokat. De mit szokták a pénzeket bejönni? A családot, biztonságát, így garantálhatod, a rossz energiák elpusztítják szeretteid, csak úgy védheted meg őket, ha donételsz, mert én akkor küldöm a védő energiát, mi megvédi gyermekeid és a házas társadat, különben ott a veszély, hogy a gonosz erők elpusztítják az összes ember, akit szeretsz. Na, aludjunk. Tudom a
varázsszámon, amivel beprogramozhatod a vizet, hogy a kristály szerkezete olyan legyen, mivel megvédheted a családot, különben a csapvízből jövő víz megmérgezi összes embert. Kit szeret, de ha beprogramozod a megfelelő szavakkal, áldás lesz rajtad és családodon örökké. Doni, tehát segítek, küldöm az energiát, hogy túléld ezt, azt nyom. Jó van, aludjunk. Nem ezt szokták csinálni? Nem fogunk sokat csinálni, sokat ilyen elalvos live-okat, mert így nem lehet kiverni. Istenem, nem tudom, 1:40 van. Kezdek el fel. Miért nem alszom? Nem tudok elaludni, nézz oda. Nincs, nem mozog, mind a kettő. Isten fasztól lefele. Ígyunk még egy kis vodkát. Ígyunk még egy kis vodkát. Hidd el, hogy lankat vagyok. Elhihetett, hogy észrevennéd, mert említeném, hogyha másként lenne. Ígyunk még egy kis vodkát. Aztán totalán elalszunk. Küldeni az energiát, hogy megvédjen a Covid-tól téged és családod minden tagját, csak Doni tej a sódikát. Na, jó, ne vicceljünk, aludjunk. Na. Ne, jó Istenem! Ne, kiborul, kiöltés, vodka, jaj, minden földre, vodka! Mindegy, aludjunk. Majdnem csak víz, úgyis, jó, aludjunk. Jó. Bum, 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 bum. Kutya, macska. Talátyak vagyok, hogy ellátyak. És nincs itt. És nincs itt se valódi cica. És akkor úgy voltam vele, hogy a valódi helyett itt van. A valódi cica helyett. Az is taromp. A valódi cica. És akkor összepolgás. Nem helyette. Na, mindig aludjunk. Kutya, macska. Kutya, macska. És a live miért, hogy farkamat se tudom kiverni. Ezért nem jó, nem, de leszokunk el. Ezért nem jó.
Vagy ha nyomunk ilyen live-okat, akkor jön az OnlyFans-re, és az OnlyFans-en akár. Az se baj, hogy elfelejtem a live-on az OnlyFans-re. OnlyFans-re még a pizsik se kell. Takaró az kell, tehát azért nem nyomunk mesztelen live-ot, de az OnlyFans-en nem kell azzal törődni, hogy nehogy megfeledkezzek magamról. Mert véletlenül igen, akkor napom, nem? Mert az arra való. Itt most megfigyelni kell. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Kutya, macska. Egyik sem. Cica, ca, ca. Egyem. Köves lobó, normális, ezért nem kell mostanában antiszemit a dolgokat nyomni, hiszen határeset, mit elfogadunk. Nem is jó. Pem, 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 pem. Sár jöjj, börtönbe fog megrohadni, a végrehajtó mafia fel. Számolva lesz. Tam, 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 tam. Mostantól nem tartok ilyen kivételes estéket, hanem minden egyes este meló után elmegyek. Vagy edzeni, vagy szaunázni. És akkor, hogy tartsam, most már 40 éves vagyok, hogy tartsam a kondimat, ezért elhatároztam, hogy mostantól kezdve kettő az túl sok. Három szaunázásra kell, hogy jusson legalább egy kondizás, jó? Holnaptól kezdve. Tehát ha volt három szaunázás, akkor a negyediknek kondizásnak kell lennie. Az átlag négy alkalomból egynek kondizásnak kell lennie, és nem szaunázásnak. Ezt én most elhatároztam. Úgyhogy ezt most tartom. És hogyha kondizok éppen, ami szinte most majdnem minden negyedik nap lesz, akkor megpróbálom vinni a Ozmót, meg a mobilt, és akkor nyomni arról. Olyan cica-cica pedig főként soha nem volt, akivel csak úgy össze lehetett volna bújni. Anélkül, hogy aljött, inkább baszni akart volna. Minden. És van olyan, hogy kúr az ember nem baszna, hanem csak összebújna, de vannak emberek, kik inkább csak hasznának, meg kúrnának, meg
csak a passzás és a szopás mész téma, de nincs semmi romantika, pedig sokoknál így a sodinál fontos szempont a romantika, éppen ezért zavaró, ha nincs meg a intimitás, ha helyette csak a balszás és szópás van, éppen ezért fontos a sodina, a passzás és szópás mellett az intimitás, mi nem volt meg sajnos. Faszom, hogy nem tudok aludni. De azért altató dal megvan, nem? Mm-hmm.
Milyen kórházba? Meg mi ellen? Nincs kórházba. Össze. Ez most nem kérdés, ez egy idézet. Na, hogy jó. Mindkét akkor volt viszonylagos. Pár nap értelés. Most tudom, mennyi az itt, 3-13. Aludjunk még egy kicsit. Nem tudom, amit láthatatok, ami lehetett agresszió. Morogtam! Nem tudom, mi volt. Hogy aludjunk. Lehetett agresszió. Van alvos láj mindenki örül. Meg volt az alvos láj. Remélem, álomomban nem... nem mondtam el újra, hogy kit akarok megbaszni. Álmomban...
leesik. Nem baj.
Ja. Közben kikapcsolta izé. Jó, tudom, kelni kell. Itt vagyok, jó van. Na. Atya úristen. Na. Nézzük meg. Nézzük meg, hogy mi történt. Mi történt az éjjel. Jó. Na. Mi történt az éjjel? Ja, nem ezt akarom, nem ezt a böngészőt. Ja. Szar, még miért kapcsolt ki? Ja, azt hittem, hogy nem is használom. Éjszakára kikapcsolt, hogy most mi van? Milyen szar ez? Na, azt mondja, hogy... Történt-e valami az éjjel? Éjjel, soha nem érhet véget. Game over. No name Han. Game over. Ennyi 400 forintos. Nem éri meg. Nem éri meg csinálni. Nem lettem tele. Jaj. Armando lakatosnak este talán a 1000 forintot elfelejtettem meg. Köszönni, boldog szülcsit, remélem lesz ma kocsma live, erre meg Noném Hun egy game over 400 forintot. Na jó van. Na jó, akkor főzzünk egy, hol a szemüvegem először is. Hol a szemüvegem? Ó, miért ilyen zajos a kép, nézed a... Ó, miért ilyen zajos annak a képe? Nem is értem. Miért ilyen zajos annak a kamerának a képe? Vissza sem akar rá váltani. Ó, Istenem, na jó, akkor hagyjuk azt a kamerát. De visszaváltott rá. Na most már kevésbé zajos. Na hát akkor... Itt a szemüvegem is megvan. Jó, Istenem. Akkor főzzünk egy kávét. Ott főzzünk egy kávét, ott, Istenem, jó, legyünk kávé főzőek, jaj, valami vidámabb reggeli fényt választok, itt az éjszakai fény helyett, jó, legyen valami vidámabb, ilyen, mert ez ilyen olvós fény volt, és ehelyett jó lenne valami vidámabb. Nem akar csatlakozni az izéhez, ahhoz a cucchoz, a habomhoz. Jaj, de miért nem? Miért nem akarja az igazságot, pedig be van dugva minden, és mégsem akarja az igazságot. Pedig minden össze van dugva rendesen, és mégsem akarja az igaz, de megvan, na,
Várjál, csak csatlakozott hozzá. Várjál. Na. Bright Reed. Nem, ez megint éjszakai. Valamilyen vidám. Sun. Ez túl. Valamilyen napfelkeltés kéne. Ilyen hajnali. Na, ez ilyen hajnali. Jó van. Akkor nézzük meg, kicsit rátok nézek a cseten, és főzünk ugye egy kávét, azt mondtam. Főzünk egy kávét. Na, főzzünk egy kávét ott. Hogy micsoda kupi. Majd még megy a kupi. Jó van. Kicsit nyújtózgattunk. Na, akkor szülessen egy kávé. Ja, gomberes bőmbrébe rakom most a kávét, jó? Gommer Bondi-tól elhoztam, akkor most használjuk a gommeres bögrétöt. Ez a szar. De nem merül. De miért merült le, amikor be van dugva? Be van dugva, miért merült le? Na mindegy. Nem érdekel, akkor ott valamiért nem kapta meg ez a szar álmot, de úgyis akkor most már elbúcsúzom tőletek, úgyhogy idejövök és itt iszom meg, és akkor itt ilyen közelről még a kamerának is jó, nem ebből az irányba akartam zoomolni, hanem távolra, na jó van. Ilyen közelről talán még a kamerának is elviselhető itt a beépített mikrofonja, amit használ. Ó, Istenem! Jaj. Ó, basszus! Nem jó, vodka van az alján, és össze van keverve a kávé a vodkával. Hát most ki kell önteni, nem jöttem meg. Melóba megyek, picsába. Akkor még egy kávét kell csinálni. Picsába. Ezek vodka volt az alján, mondom, mi? Mi van ennek ilyen alkohol íze? Francba. Csinálunk egy új kávét. Ott volt a vodka az alján. Jaj. Nem figyelek.
De miért van ennek egy különös íze? Nem ilyennek kéne lennie. Ah, basszus. Ja. Akkor meg elfogyott a díjú, hogy egy kicsit veletjük. Visszunk egy kis. Ja, izé, a vitaminjaimat megmutatom. Megmutatom a vitaminokat. Szedek. Először is van ez az Immun Plus. Hát ott koronás idők, akkor az ember izéri. Immun Plus, hogy ebben mik vannak, azt is próbálom megmutatni. Ilyen, ezek vannak benne. Mi kerül 65 euróba? Ez a három doboz. Tehát ez egy havi adag. Tehát ebből az Immun Plusból, amiben ezek vannak, ebből beszedek kettőt. Na, jó van, most már nincs vodka íze a kávénak. Jó van. Akkor van ez a magnézium. Ez a magnézium az azért kell, mert enélkül a D-vitamin nem szívódik föl. Úgyhogy ez azért kell. Ebből is kettőt. Na, és a legfontosabb, hogy ne basszom meg a korona, hanem tünetmentesen átmenjen rajtad, mert nem a megfertőződéstől kell félni, kit érdekel, hanem hogy ne legyenek tüneteid. Az a fontos. És akkor úgy, ahhoz az a... Ugye klinikai vizsgálatok, ez fontos hozzátenni, eddig még nem erősítették meg, hogy ezt tényleg megelőzni a tünetek kialakulását, de korábbi ellenőrzött hosszú vizsgálatok azok bebizonyították, hogy az légúti fertőzések 80%-át megelőzi, és ez körülbelül a koronaoltások hatásosságának a versenytársa. Vagy ilyen az oltások. Tehát, ami klinikai vizsgálatról szóló cikk ezzel kapcsolatban, az arról szól, hogy ez nem igaz. Tehát ezt fontos itt a YouTube-on hozzátenni. De én meg... De sok mindenki meg mást mond, úgyhogy én meghiszek benne. De mondom, azt fontos hozzátenni, hogy nehogy az legyen, hogy én habis információkat terjesztek, hogy ez bizonyított tény, nem a klinikai adatok azt támasztják alá, hogy ez hatástalan. De ez még csak azt jelenti, hogy a hosszabb és bővebb vizsgálatokra még várni kell szerintem. Na, jó van akkor. Én most akkor ezt így befejezem. Fürdőszobában nem viszem be a streamet. Úgyhogy ennyi volt akkor az Algós Live. Sziasztok! Jó van! Aligó, jó estét, reggel!